1955. október 26-án rögzítették Ausztria örökös semlegességét az alkotmányban, így ez a dátum lett az osztrákok egyik nemzeti ünnepe. Az államszerződés lehetőséget teremtett arra, hogy a II. Világháborúban Németország oldalán belesodródott Ausztria 1955-től független, semleges országként a saját útját járja. Magyarországnak is meg volt az a reménye, hogy ugyanolyan semleges státuszt tud elnyerni 1956-ban, mint amire Ausztria szertett 1955-ben egy évvel hamarabb gyakorlatilag. Ez hiú reménynek bizonyult, most már egészen pontosan lehet tudni a szovjet-orosz levéltáraknak a tartalmát és tétben már ismerve, hogy Ausztria esetében arról volt, hogy le kellett választani Németországról, ezáltal gyengíteni kellett Németországot, hiszen elvileg német nyelvűek, hanem is német, de német nyelvűek laktak Ausztriában is, és éppen ezért Németország gyengítése volt a fő cél. Magyarország esetében ilyen lehetőség az sem lehetett. A jaltai megállapodáshoz mindenki tartotta magát, Magyarország a szovjet fennhatóság övezetbe tartozott. Magyarország és Ausztria között jók a politikai kapcsolatok, mondta az osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa az ünnepségen. Véleménye szerint a vasfüggöny lehullása után az osztrák vállalkozások voltak a legelsők, amelyek megjelentek és üzleti tevékenységbe kezdtek Magyarországon. Ha azt nézzük, hogy a két ország milyen szerepet tölt be egymás kereskedelmében, akkor ennek alapján az osztrák pozíciók igen jók Magyarország számára. Ausztria Németország után a második legfontosabb kereskedelmi partner. A kereskedelmi tanácsos hozzátette, Ausztriának világviszonylatban Magyarország a 7. legfontosabb kereskedelmi partnere, Európában pedig az 5. legfontosabbnak számít. A magyarországi befektetések rangsorában Hollandia és Németország mögött Ausztria áll a 3. helyen, amely az ideérkezett vállalkozások révén több mint 80 000 magyar embernek ad munkát.